hagyományos zarándoklat a kismányoki székely búcsúba reggel 7 órakor indult a bonyhádi katolikus templomtól. Én először voltam ilyen zarándokúton a kismányoki búcsú keretében. Nagyon-nagyon jó érzés volt végigmenni ezen az úton. Nagyon jó volt ezzel a kb. 25-26 emberrel közösen vonulni, közben imádkozni, énekelni, és azt kell mondanom, hogy ez a zarándokút segített ahhoz, hogy a búcsúnak a lelkét, a gondolatiságát még jobban át tudjuk venni. A kismányoki magyarok nagyasszonya templomában a Szent Misét keresztes Andor Esperes vezette. A templom számomra iskola, templom számomra kórház, a templom számomra oltár, ahol megtisztulhatok, és templom számomra otthon. Ezt a négy gondolatot fejtettem ki mai ünnepen itt a híveknek. Az agapén saját készítésű kuglof, kalács és apró sütemények széles kínálata került az asztalra. 1989 óta áll itt ez a templom, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy a bukovinai székelyeknek zarándok helyeként szolgáljon. Jó néhány évvel ezelőtt még az elnökségem idején indítottuk el Piroska néni kérésére azt a zarándoklatot, ami a mai napig zajlik még. Az első néhány zarándoklaton jó magam is részt vettem, és most nagyon nagy örömmel jöttem, majdnem minden nap 10 kilométer gyaloglok egyébként is, és ez így a lelkiséggel összekötve azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép teljes napot fogunk majd magunk mögött tudhatni. A szakrális eseményen résztvevőknek testi, lelki megtisztulásban és töltődésben volt részük.